elkülönböződés egymástól, az egy nem egy negatív fogalom, hanem, hanem lehet annak a beismerése, hogy mások vagyunk, és mégis azért, mint mások, egymást jobban meg tudjuk érteni. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, Bedő Imre vagyok, és ez itt a Tisztító Tűz az a beszélgetés sorozat, ahol a tisztítótűz azt jelenti, hogy lepróbáljuk égetni a salakot mindenről, és keressük, mélyre megyünk, mert erőt és igazságot keressünk a cselekvéshez. Tehát ez azoknak szól, akik keresik az igazságot, és erőt akarnak elni, de mindenki van a cselekvéshez, mert csak úgy igazságot és erőt azt nem érdemes gyűjteni. Tehát a tisztító tűzben ma is egy nagyon érdekes témánk lesz, és külön köszönöm, hogy elfogadta meg el kívásunkat Fritz Tamás, politológus és filozófus. Egyáltalán nem egyértelmű ma már, hogy miért jó -e a nemzetállam, miért jó egy nemzethez kapcsolódni, miért jó egy nyelvhez kapcsolódni. És azért gondoltam, hogy beszéljünk erről, mert az a narratíva, hogy ha nemzetállamok vannak, akkor azokból biztos háború lesz. Ugye? Tehát a nemzetállam az valami ősi rossz dolog, ami a szomszédainak az ellensége. Ez mondjuk de a mi esetünkben különösen kockázatos, ugye, vagy van, van ebben némi pikantéria, de az összes többi esetben ez abszolút nem biztos, hogy így van. De mégis ez van, hogy ezt mindenképpen le kell bontani, mert ez idejét múlta, a 21. században mire való a nemzetállam, a, 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 nemzeti a nyelv, a saját kultúránknak, a, mit ad a világnak és mit ad nekünk. Igen, ez egy alapvető kérdés. Nem vagyok történész, tehát nem fogok most visszamenni évszázadokra és évezredekre vissza, hogy hogy alakult ki a nemzet. Inkább a végeredményével foglalkoznék, hogy most már mondjuk úgy, hogy két 300 éve a, a nemzet fogalma, ami mondjuk valahol a nép, népekből alakult ki. Tehát a nemzet fogalma az most már egy egyértelmű kategória. Nemzetközi szinten. Így van, így tehát van. Ugyan, magyarság szintjén ez jóval korábbi, de ez már, ugye ha azt veszük, hogy a román nemzet, mint olyan, az mondjuk tényleg, a, mint egy államalkotás is mondjuk 150 éves. Tehát, hogy vannak azért lényegesen fiatalabbak, tehát azért érdemes erről így, így beszélni. Igen, De... ja, tehát vannak ezer éves, mint Magyarország, vannak 150 éves, vagy az Egyesült Államok, mint nemzet, amelyik ugye, nem is tudom, 200, 250 éves körülbelül, tehát egy ilyen kamaszkorú nemzetnek tekinthető. De lényegében véve ma már a 21. században vagy a 20.-21. százalóban egyértelmű, hogy a nemzetek stabilan a legfontosabb sarokkövei tulajdonképpen a világtörténelemnek. Hát belőlük indul ki minden, és valahogy belőlük hozzájuk is tér, tér vissza minden fontos kérdés. Na most filozofus lévén én itt most utálnék Hegerre egyébként, ez egy német nagy hírű gondolkodó, aki ő maga mondta azt a 19. században, hogy az emberi közösségeknek vannak különböző szintjei, amelyekben együtt lehet működni, és van közünk egymáshoz. És ugye a legkisebb az a család. Tehát a család a legfontosabb dolog. És Hegel azt mondta, hogy a családra épül fel a mondjuk így a civil társadalom, mint amelyik már közösségeknek egyfajta ilyen többféle változatából áll össze. Ez az átlag embereknek az önszerveződése egy van. kultúrán keresztül, vagy egy kultúrai ragasztóval. Pontosan, és e fölött a család, civil társadalom és e fölött áll az állam, amelyik lényegében végül aztán összefogja ezeket a közösségeket, de mint nemzetállam, most már mutatjuk így, Lényegében véve egy olyan közösséget tud összefogni területileg, ami nagyon fontos, ugye, tehát a területi az orossága ennek a, a népességnek, hogy ezek az embereknek közük van egymáshoz. És azt mondja Héger, hogy e fölött nem találni már olyan, olyan szintű közösséget, vagy olyan szintű embercsoportot, ennél nagyobb szinten, vagy magasabb szinten, amelyeket összek, igazából összekötne bármi is. Tehát ő azt mondta már a 19. században, hogy a legmagasabb fokú, legnagyobb létszámú olyan emberi közösség, amelyeknek köze van egymáshoz érzelmileg, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy érzelmileg eh, tudom, hogy valamiért kötődök az, az a másik eh, nemzettársamhoz, honfitársamhoz, az valóban a nemzet, és e fölött nem, nem, nem található ki olyan, olyan kategória, ahol ez a kötődés, ez a felelősségvállalás egymás iránt, ez meglegyen. Tehát ami e fölött van, tehát tulajdonképpen ma már tudjuk ugye a 21. század 20-as éveiben, hogy miről beszélünk, erről a bizonyos világtársadalom elképzelésről, hogy hát a nemzetek fölé kellene kerülni valamifajta olyan valaminek, ami szintén úgy össze tudna tartani az emberek széles közösségeit, vagy csoportjait összetudja tudja tartani. Ez, erre már Hegel azt mondta, hogy ez lehetetlen. Tehát a nemzet fölé és nem nagyon... Vajon alakul. azt mondhatják ma nekünk, hogy a Hegel elavult, ugye? Tehát, hogy és ő már egy olyan régi ember, aki azóta ezt túl haladtuk. Ugye annak idején a világ proletáriait akarták egyesíteni, de azok aztán lemondtak, mert ma már ugye ez, ez a fogalom is megszűnt, és nem annyira létezik. Ma az összes embert akarják. Tehát, hogy, hogy lehet-e az ember az az egyesítő erő, hogy az mindegy, hogy milyen nyelven, mindegy, hogy milyen kultúra. Állandóan felmerül ez a kulturális kérdés. Azért elképzelünk egy. Inkább onnan, onnan származtatnám ezt, ami az Egyesült Államok és mondjuk a nemzetállamok közötti nagy különbség, hogy ha azt kérdezed egy, egy fintől, elmész Finnországba élni, hogy figyelj, hány év alatt lehetek finn? akkor azt mondja, hogy hát nem biztos, hogy már lehetsz, ugye? Vagy elmész Japánba, bemész, le, letelepedsz ott, és azt kezded egy Japánt, hogy figyelj, mennyit kell ítélnem, nem, hogy Japán lehessek. Azt, azt, mondják, hogy figyelj, ez az élet, ez már elment. Ez elment, ez Viszont például nagyon érdekes, hogy, hogy, hogy a, hogyha amerikai akarsz lenni, akkor ameddig a, leszállsz a repülőgéppel, és ameddig le, lejössz a lépcsőn. Az alatt amerikaivá válhatsz. Mert az egy, az egy másfajta koncepció, az egy vállalkozási koncepció, az egy közös pénzkereseti koncepció, az egy másfajta olvasztótége. Tehát az jelentősen eltér, és hogy ez hogyan befolyásolja azt, hogy most azt mondják nekünk, tehát oda akarok kiukadni, hogy a nem, mi, mi, az, amit a nemzetállam állam határain belül, a mi esetünkben még határon túl is, de alapvetően maradjunk a határokon belül, mit tartunk mi bent, vagy mi az, amit ott építünk? Mit épít egy nemzetállam a határain belül? Én szerintem az igazság az nagyon fontos, hogy, hogy amit Hegel mondott, hogy a családra épül a dolog. Tehát tulajdonképpen beleszületünk egy családba, amelyik egy érzelmi közösség természetesen, amelyik minket már bele is visz a nemzetbe. Tehát tulajdonképpen már benne is vagyunk a nemzetünkben. Megtanuljuk az anyanyelvünket. Hát ez az egyik legfontosabb természetesen. Megtanuljuk a szokásokat, kultúrát, emberek közötti viszonyokat, a vallást, ami összetart egy országot, a családon keresztül. Tehát, hogyha egy fiatalnak el kéne magyarázni, hogy miért fontos egy nem, a nemzettudat, akkor mindig abból induljon ki, hogy beleszületett egy családba, ahol ö, szerető anya és apa veszi körül, vagy testvérek. És ott ő már nem csak annak a családnak a része, hanem rögtön a nemzetnek a része. Tehát ezt a, és ez a fajta ö, szélesebben vett összetartó erő az ö, őt nem teszi magányossá hanem valahova tartozóvá teszi. Ebben a világban a valahova tartozás vált az egyik legnagyobb és legnehezebb kérdésé. Lehetséges-e az, hogy maga a, a nemzet, vagy a nyelv, vagy a történelmünkhöz való kapcsolódás, vagy a hőseinkhez való kapcsolódás, vagy a saját szokásainkhoz való kapcsolódás, amit, amit egy nemzet magának valamilyen módon, egy kicsit eltérő módon, de mondjuk Európán belül nagyon sok hasonlóság van, de van azért eltérés is, meghatároz, hogy ez maga a módszertana annak, hogy hogyan örökítjük ezeket az erkölcsi, együttműködési, jó ember rétételi szabályokat, hogy lehet, hogy ez ennek speciális módszertanát jelenti az, amit egy nemzet össze tudott rakni. Best practice gyűjtemény, inkább így kérdezném, hogy sok-sok év alatt csészolgatták ezt, és azért őrizgetik magyarul azt a best practice-t, a másik meg németül érez, é, é, őrizgeti, mert abból származik az a emberi tisztaság, amit el szeretne érni minden egyes ugye emberénél, tehát minden egyes lakójánál, vagy közösségi tagjánál, vagy az együttműködésnek a szabályrendszere, vagy az erkölcsi normák, vagy a gyebek. De egy nagyon lényeges kérdés az érkeztünk, mert, mert, mert ugye mondhatjuk azt, hogy és ez a 21. századnak a, ugye a divatja most már, a globalizmus, hogy hát minden ember egyforma, minden ember tulajdonképpen valamilyen szinten egy akolba terelhető, hát emberek vagyunk, az emberi fajhoz tartozunk, és akkor ebben ez meg, meg, megoldott. És akkor tehát nem kellenek a különbözőségek. Tehát itt a különbözőségek, az eltéréseknek a fontosságára kell felhívni a figyelmet, hogy hogy voltak éppen egy 8 milliárdos világtársadalomban az emberek közötti egyenlőségek azok lehet, hogy semmit nem jelentenek abban az értelemben, hogy ahogyan a két tárgy hasonlít egymáshoz, avval sem tudunk semmit kezdeni, hanem a különbözőségeinkben rejlik, a sajátosságunk és a kötődésünk a mi világunkhoz, és ezeken a különbözőségeken, hogy német vagyok, francia vagyok, spanyol vagyok, magyar vagyok, ezeken keresztül tudok tulajdonképpen egyszerre azonosulni a saját közösségemmel, a nemzetemmel, és egyszerre megbecsülni tulajdonképpen a másik nemzetet, hogy ők ugyanilyen módon élnek. Tehát ők ugyanúgy, bár nem ugyanilyen módon élnek, hanem hogy ugyanezt gondolják az ő saját létükről, hogy megvan a maga sajátossága, az ő kis életüknek, az ő szokásaik, amikor a németeknél az októberfestől kezdve, mindenkinek megvannak a maga hagyományai, amiket megünnepel, és ott baromira jól érzi magát, és azonosulága megvan. Tehát, hogy a elkülönböződés egymástól, az egy, nem egy negatív fogalom, hanem, hanem lehet annak a beismerése, hogy mások vagyunk, és mégis azért, mint mások, tudunk egymást, egymást jobban meg tudjuk érteni. Mint hogyha minket összekeverne egy globális hatalom, egy ilyen Klaus Schwab féle világgazdasági fórum, egy nagy-nagy hatalmas masszává, és akkor azt, azt vár rá tőlünk, hogy hát tulajdonképpen mindenki értsen meg mindenkit, mindenki egyforma, és így tovább, és így tovább. Ez egy tartatatlan állapot lenne, hogyha ez valaha megvalósulna, mert valójában pont azzal tudunk a másik emberhez csatlakozni, hogy érezzük, hogy nem vagyunk egyformák, de őnek is vannak értékei, és nekem is vannak értékeim. De ha mindannyian egyformák lennénk, ahogy szeretnék ezek a globalista körök, akkor valójában nem lenne itt magunkban becsülni. Tehát akkor tényleg csak pusztán egy láncem lennénk egy hatalmas, nagy gépezetben, olyan, mint a többi. Teljesen mindegy. De ha nemzet vagyunk, akkor tudjuk, hogy valakik vagyunk. Ö, és és, és ami nagyon izgalmas a nemzet fogalmában, hogy azokhoz az embereket is tudunk kötődni, akiket nem ismerünk. Tehát ez, ez egy csodálatos dolog, hogy a családban ismerjük egymást, a kisebb civil köreinkben is ismerjük egymást, de hogy nemzetben hány embert nem ismerünk. És mégis érzelmileg oda tudunk kötődni. Tehát ez, ez maga, maga a szépség, ez soha nem fog megvalósulni a globálisnak nevezett valamit. Itt Én a, a különbözőség kapcsán is azért, azért ha hagyna maradni itt egy picit, mert ugye a, azt érzem, hogy van egy olyan erőltetett narratíva, hogy ha megtartjuk ezeket a különbözőséget, tehát hogy alapvetően például az európai nemzetek nagyon hasonlatosak, hiszen ugyanabból a görög-római kultúrából fejlődtek ki, ugyanazokon a filozófiai erkölcsi, keresztény erkölcsiségi igen. igen, alapozódnak, de mégiscsak vannak specialitásaik kulturális értelemben is, a munkához való hozzáállás, a veszélyhez való hozzáállás, az építéshez, való hozzáállás, mindenféle... A háborúhoz, a békéhez, a... De a, azt mondják ők, hogy ezek a különbözőségek kizárólag egymás ellen hangolhatók, tehát mindig a háború veszélyeben. Az, az, az miért nem merül fel, hogy pont ezeket a különbözőségeket adják össze? Békei, én, én megértem, hogy vannak olyan helyzetek, amikor egyik ország kifogy az erőforrásaiból, és igyekszik... Kereskedelmi, vagy bármilyen más módon, politikai módon ugye erőforrásokhoz jutni, de ha őt nem engedik, akkor ő, ő neki kénytelen teret foglalni, vagy bármilyen más módon lehet butaságból is háborút indítani, ezt én értem, de alapvetően azért nem ez hihetetlen pénz és erőforrás vesztés minden társadalomnak a háború. Tehát alapvetően senki nem akar soha háborút. Mindenki békét akar, az a különbségeket egymásnak oda akarják adni. Ezért volt a magyar királyi udvarba hozták azt a sok külföldi művészt és tudóft, és azt mondták, hogy lássuk azokat a különbözőségeket, amiket ők be tudnak ide hozni. Az nem azt jelenti, hogy behozták az összes külföldi nemzetet ide, hanem behozták annak a, annak a, annak a lelkiségét, annak a filozófiáját, a minden, amit. ugyanezt csinálták ők is. Tehát innen is vittek azért. Ugye házasodtak az Árpádházból is, ugye, és, vitték el innen a más másik fajta tudás. Tehát, hogy kizárólag egymás ellen lehet, ha valami olyan és különbözik, vagy azért együtt is tud működni. Ez költői kérdés, de nagyon, mégis. Persze, ez természetesen nagyon filozófiai kérdés ismét egyébként, mert vitathatatlan, hogy ilyen áll, ál, naív módon sem állhatunk a dologhoz. Tehát nem vitás, hogy az elmúlt évszázadok, amióta nemzetekről, nemzetekről, nemzetállamokról beszélünk, hát háborúk története is de ugyanakkor békék története is egyszerre. Tehát az, az, vitathatatlan, hogy, hogy a világtörténelem az a kanti békét nem érte el, és vélhetően nem is fogja soha elérni. De ez már, ez már nagyon filozófikus, tehát persze az emberi tervezetre azt értem, hogy képes arra, hogy háborúzzon. Tehát ebben az értelemben mondtam azt, hogy képes arra, hogy neki menjen a szomszédjának, képes arra, hogy, 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 hogy konfliktusba kerüljön embertársaival. És ebben az értelemben bennünk van a harc, a küzdelem, a férfiak klubjában vagyunk, tehát ezt mi tudjuk, hogy, hogy szeretünk azért meccselni, és így tovább. Amikor a nemzetállamoknak egyfajta egyensúlya megbomlik, és megjelennek a nagyhatalmak, ugyebár a birodalmak. És ez már egy másik kérdés. Tehát itt ugye beszélhetünk, a, tényleg sorba mehetünk a száz éves birodalmakon, a Hollandon, a Francián, a Portugálon, a Spanyolon, az angolon a 19. században egy gigantikus nagy hatalom volt, és aztán őt váltotta fel, vagy őket váltotta fel, ugyebár az Egyesült Államok, és aztán most pedig ott tartunk, hogy Orbán Viktor ezt jól mondta egyébként, hogy valóban most két, két nagy hatalom ütközik szembe egymással, tehát Kína és az Egyesült Államok. Tehát ez, ha a birodalmak valóban megjelennek, akkor mindig lesznek olyan feltörekvő ö, nagyhatalmak, vagy, vagy ö, nemzetek inkább, amelyek veszélyeztetik azt a bizonyos birodalmat, amelyik uralkodik, és az a céljuk, hogy le, a le, 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 le lenyomják őket, és a helyükre ugorjanak. Tehát ez benne van a pakliban természetesen, Ö, aztán utána meg jönnek a békék, tehát utána jönnek a, a mondjuk például a Westfáliai béke, amelyik ugye óriási jelentőséggel rendelkezett, mert valamilyen szinten a nemzetek közötti egyensúlyt teremtette meg annak idején, ö, mármint a nemzeteknek a szuverenitását, autonómiáját, stb. stb. De ez nem változtatta meg azt a helyzetet, hogy továbbra is azért a, ha a birodalmak keletkeznek, és azokban megvan a szándék, és ez már emberi természet is, hogy uralják az egész világot, akkor ez egy ideig eltart, és aztán valóban, ha ha lesz alternatíva, akkor az fellép ezzel szemben. Tehát nincs olyan örök igazságunk, hogy kimondjuk, hogy a nemzetek, azok mindig békét fognak teremteni. Erről azért nincs szó, tehát erről nem beszélhetünk. Csak arról beszélhetünk. Ez így van. És ez így is lesz, ráadásul. Csak hogy, csak hogy mit, mit, mit kínálnak helyett? Tehát, hogy egyrészt ezt valamilyen szinten szerintem tudomásul kell vennünk, el kell fogadnunk, hogy a boldog békeidők nem léteznek, de vannak békés korszakok, például a második világháború után, ugye egészen mondjuk napjainkig, nagy jó indulattal mondva. Tehát eltelt egy jó pár évtized, amikor békében éltünk. Aztán, aztán, most megint egy elég veszélyes helyzetben vagyunk, ugye jól tudjuk ezt, hogy akár a harmadik világából is benne van a pakliban. Tehát ezek hullámoznak. Valószínűleg én úgy gondolom, mint filozófus agyammal úgy gondolom, hogy ez a hullámzás a világtörténelemben ez, ez nem fog változni. De ez nem cáfolja azt, hogy nemzetállamban élni, az mégis a leginkább hatékony Módja annak, hogy egyrészt eh, emberek, családok boldogságban éljenek, otthon érezzék magukat ebben a világban, ne legyenek kiszolgáltatottak, és nem cáfolja azt, hogy, hogy, hogy a nemzetállamok képesek egymással békében élni, és sokáig is tudnak békében élni egymással, és ezeket a korszakokat eh, eh, minél tovább tartanak, annál jobban kell értékelni. Most pont eh, lehet, hogy egy ilyen korszaknak sajnos éppen a végére érünk azért, mert most van, ez, ez egy teljesen új helyzet, hogy van egy olyan globalista elit, egy globalista világhatalom, amelyik elképzeli most azt, hogy megvalósítja azt a nagy világ békét. És ezt ő, ők úgy gondolják, hogy majd a nemzetek eltörlésével lehet ezt igazából megoldani, és akkor majd ez, ez, a probléma megszűnik. Na most ez szerintem brutális tévedés, de ami a legrosszabb benne, hogy, hogy tényleg az embert, mint olyat, egy, 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 ilyen, egy ilyen, atomizált lényé teszi, egy egyforma, egy egyenlegesített lényé teszi, amelyik már nem, semmilyen hát karakterrel nem rendelkezik. Na most ez az élet sem élet. Tehát bizonyos értelemben a verseny, a harc meg a küzdelem az része az életünknek, mint ahogy a béketeremtés is része az életünknek. Szerintem ez a kettő valahol e, bizonyos értelemben egyszerre van jelen a világtörténelemben. Én azt hiszem, nem kell más mondanom, mint hogy nézzünk rá a világtörténelemre, és nézzük meg azt, hogy voltak-e benne olyan korszakok, amikor ezek a ezek a dolgok nem változtak. Tehát csodafegyvereink nincsenek. És ránézhetünk az Egyesült Államokra is, aki, eh, ahol eh, ennek a tesztjét végső soron, mert én ugye abból indulok ki a saját gondolkodásomban, hogy a, a nemzet, a, nemzeti, a, ne, a, nemzet megtartása az a, az emberré válás, az emberfaragás, az erkölcsi nevelés és a kulturális gyökereinknek a megerősítésének egy bizonyos Keretrendszerét tudja adni. Így van. Ezért van az, hogy az Egyesült Államokban ugye mindenféle nemzet megérkezik, nemzetnek a tagjai, megérkeznek pénzt keresni. ott Oda élni mennek, pénzt keresni mennek, mert az a, az a koncepció, hogy ezt tudnak kapcsolódni. És mégis úgy érzik, ugye, tehát ez egy gyakorlat az Egyesült Államokban, hogy ők a saját nemzeti szabályaiknak megfelelően kell, hogy éljenek. Tehát a, aki, mit tudom én, az iszlám vallás, az ott nagyon erősen gyakorolja a japán, az úgy jön, mint a japán, a latina, a, 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 a és megpróbálják, az. nyilván valamelyest sekiésedik az, nem tudják ugyanúgy tartani a kultúraikat, mint otthon, de nagyon igyekeznek, mert talán ez az utolsó dolog, amin keresztül ők a nemzedékről nemzedékre, ugye, valamiféle kultúrát tudnak adni, és az látszik, hogy annyira ez a vegyes felvágott ugye nem tud, nem tud egységes kultúrává válni. Mert az egyik kultúrából való ránézhet a nőre, a másik kultúrából való nem nézhet a nőre. Az egyik így köszönhet, a másik úgy köszönhet. Rengeteg katyvasz van, amit egy egységes kultúrában abszolút mindenki ugyanúgy ért és tudja használni, de egy ilyen nagyon vegyesben, minden törvényekkel kell nekik szabályozni. Azt is, hogy, hogy mikor ki, mikor köszön, kikinek köszönhet, kikét enged be az ajtó maga előtt, és mindenre törvényt kell hozni, egészen odáig, hogy a macskát nem tesszük be, ugye a mikrohullám sütőbe, mindent. Azért, mert nincsen egy kulturális önszabályozás, mert ez sok-sok fajta kultúrának a, 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 az összességé, de nem lesz abból egy vegyes dolog, hanem mindegyik ott is megtartja a magáét, mert az az egyetüli kultúra átadó ö, keretrendszer, tehát még ott sem tudták megoldani azt, hogy egységesítve legyen. Tehát ha az egységesítés, amit ők akarnak, az tényleg olyan lenne, hogy mindet kilúgoznak, és marad egyfajta ilyen mindenétől megfosztott ember, akit úgy, úgy elejétől kezdve a YouTube-on nevelnek föl. Vagy, hogy az, hogy az egyesült, az, az Egyesült Államok az egy óriási kivétel a világtörténelemben szerintem. Mert hogyha Európát nézzük, te is mondtad, teljesen más. Itt azért tényleg pár azonosak a gyökereik, tehát a, Görög filozófia, a római jog, illetve a keresztény erkölcs összeköt bennünket. A nyelvek elválasztanak, az egyedi kultúrák elválasztanak, de valami közünk van egymáshoz, de a különbözőségeink is legalább olyan fontosak. De mi nemzetállamok vagyunk. Az Egyesült állam, és akkor Afrikát is nyugodtan vehetjük, és a Dél-Kelet-Ázsiát, tehát az ázsiai kontinenset is vehetjük, hogy azért nemzetállamok, vagy valami olyasmi, jó Afrikát, azt eléggé összekuszálták ugye a háború után, ezt, ezt jól tudjuk, mesterséges határok, és így tovább is az etikai villangások. félelmetesek. Tehát igyekeznének a különféle kulturális csoportok a saját határaikat megszabni. Tehát ezen, ez az igyekezet van most is, hogy hol van a mi határunk, nem azért, hogy más ellen legyünk, hanem hogy kezdjünk el tartani, mert ugye, a, ha nincsenek meg ezek a határok, akkor mindenki szét van zilálva, ugye? Tehát pontosan, oda adunk ki. pontosan, tehát Afrikát a gyarmatosítással és a mesterséges egyenes vonalú határok, ugye hát látszik a valaki a térképre, hogy ilyen nevetségesen egyenes határok vannak meghúzva, nyilvánvaló, hogy oda fognak jutni, hogy ezek, ezek csatáros, etikai csatározásokon mennek át, és látjuk is ezt. Tehát Afrikával is van ilyen probléma, Ázsia megint egy másik világ, de azért mondjuk Kínát például egy egységes egésznek láthatjuk, Oroszországot is. A BRICS államokat azért valamilyen szinten egységes egésznek láthatjuk, csak azért gondolom, hogy tehát Amerika tényleg egy nagy kivétel, mert egy alulról szerveződő társadalom, ahova azok jöttek oda, a jenkik, azok kezdték el ezt az egészet, a, akik igazából a meggazdagodáson gondolkodtak, egyéni egy 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 vállalkozók voltak. És ez a jobban belegondolunk, Amerikába folyamatosan érkeztek százezrek mindenhonnan írek, lengyelek, zsidók, magyarok, és besoroljuk. És, és, és mégis azért valóban összekötötte őket felületesen, szerintem a gazdagodás lehetősége. Na mondjuk ki egy egész nyíltan és egyszerűen. Üzleti együttműködés. Üzleti együttműködés, és a végül is egyfajta szabadság. Most nem menjünk bele abba, hogy mondjuk a négerekre ez mennyire vonatkozott, és pedig mennyire nem vonatkozott. De egyfajta, tehát a jólét és a szabadság vágy, ez a kettő, hogy aranyásó leszek, cipő, cipőpucolóból milliómos leszek, és így tovább. És ez, a, ez a fajta emberi tulajdonság köt, kötötte össze Amerikát, és ez eljutott tényleg oda azért az Egyesült Államok, hogy a második világháború után valóban uralni ezt a világot, most leszámítva persze a kétpólusú rendszert, de 90 után végképp de erre a két, két, dologra, hogy a jó létő legyen meg, és a szabadság. Na most, és akkor emlék, tehát végül is látjuk az amerikai embereket, hogy a kis amerikai zászlókat bárhonnan is jönnek, lengedgetik. Tehát van egy ilyen amerikai identitás, de ez szerény megítélésem szerint nem kulturális identitás. Okay. És ez a legfontosabb. A millió most lesz, az is azt mondja, hogy én egy ír családból származok, és apámtól ezt tanultam. A másik azt mondja, hogy én egy olasz Családból származok. A harmadik azt mondja, hogy egy magyarból, a negyedik azt mondja, hogy én Latin -amerikai. Apag, pakisztáni, igen. És ez mind-mind onnan, tehát van egy gyökér ápolás, amiből fölnő az az ember, aki utána sikeres lesz üzletileg, ugye, de vagy sikeres lesz a családjában. Tehát, hogy az értékrendjét kezdi szivattyúzni valamilyen olyan helyről, ami egy körülhatárolt módszertan alapján létre tud jönni. És hogy ezt adja a nyelv, mint olyan, ezt hát adják igen, a, a költők, az írók, ezt adják a történelmi személyiségek, a hősök, a meséken keresztüli ilyen átlagemberhősök. Most a, csináljunk kedvet egy picit, mert ugye a fiatalokat, a, azok a csatornák, ahol, amit inkább ők néznek, ott ugye ma az a divat, hogy ugye a énekesek, zenészek is, és a fiatalokat ugye, tápláló kultúra azt jelenti meg, hogy itt minden rossz. Az ő életükben minden rossz. De a kritikának nincsen, tehát nincs tovább menete, hogy mit kéne jobban csinálni, mi az ő dolguk ebben. Minden, más a hibás, és itt minden, de itt megállni, ez egy szörnyű depresszív dolog, hogy minden rossz, és hát minden rossz és például magyarnak lenni szörnyű, szégyen, más országokban sokkal jobb, és valójában ezek a csatornák le, kiszállítanak ugye munkaerőt külföldre, hogy ha külföldön akar valaki boldogulni, vagy itthon is, mit ad neki egy magyar kultúrkör, vagy egy magyar nemzetállam, hogy mi az, ami az ő életéhez hozzátesz? Kicsit a vég, végezetül talán erről beszéljünk. Hát ez, ez, ez az a különlegessége a mi nemzetünknek, hogy megítélésem szerint észre kéne venni a fiataloknak, hogy ez az ország akár az Egyesült Államokkal összehasonlítva, de Németországgal összehasonlítva, vagy Nagy-Britanniával, Ebben az országban bármilyen döbbenetes, de szabadság van, és bármit elmondhat, amit gondol. És amikor ő a rendszert szidja, és azt mondja, hogy itt nincs sajtószabadság, akkor éppen ennek az ellenkezőjét igazolja, ugye azzal, hogy szépen ezt elmondhatja, tüntethet, stb. stb. A fiataloknak a legfontosabb, ami amiért egy országhoz kapcsolódhatnak, és egy nemzethez kapcsolódhatnak, az, 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 még egyszer mondom, a szabadság. Tehát az, hogy ő azt érezze, hogyha neki ahhoz van kedve, hogy, hogy nemzeti színű zászlót lengessen, reméljük minél többen vannak, akkor ezt megtehesse, de ha ahhoz van kedve, hogy kivonuljon, én nem tudom hova, és tüntetgessen, akkor ezt is megtehesse. Tehát a mozgás terét vegye észre, hogy ebben az országban tulajdonképpen szabad, szabad mozgástere van, és ha átmegy Londonba, elmegy Londonba, elmegy Berlinbe, elmegy dolgozni, vagy elmegy Párizsba, akkor már valami egészen más lát olyan korlátozásokat a globális elit által, amelyben nem mondhatja el a véleményét, amelyben ha ha túlságosan lázadó lesz, akkor majd fejbeverik, és, és egész egyszerűen lekapcsolják a Facebook oldalát, a Twittert, én nem tudom, mit csinálok. Életétben, hogyha a mainstream el egyetért, akkor, akkor a 98 kal együtt ugye na, most nagy boldogságban tengedheti az életet. Na most ezt gondolja végig minden fiatal, hogy, hogy természetesen nagyon vonzó lehet, Ö, ezt ne zárjuk ki, illetve sajnos így vagy vonzó lehet a, a, nagy mainstreamhez kapcsolódni, mert hát akkor ott vannak a nagy lehetőségek. De, de, de hát bízzunk abban, hogy, hogy azért, azért, nem minden fiatalnak az a célja, hogy, be, hogy egy csavar legyen a gépezetben. Mert ez tulajdonképpen erről van szó. Ez döntse el. Egy csavar akar lenni a gépezetben, egy senki, egy nulla, akiknek a munkaerejét kihasználják 12 órában akárhogyan, a multi multicégeknél egyre többen ugye multiknál dolgoznak, az akar lenni, és jó van pénze, és este elmehet a romkocsmába, és ott jól kiszórakoztat, kiszórakozza magát, másnap viszont kezdődik ugyanaz a reménytelen, egyoldalú, kiszolgáltatott állapota. Ezt kéne Magyarország, egy magyar, magyar fiatalnak észrevenni, hogy itt meg a saját gondolatait, érzelemvilágát, indulatait, természetes forradalmiságát, ha tetszik. Tehát, tehát ezeket mind megélheti ebben az országban. És hogy mégiscsak van egy olyan kultúrkör, amiből ő valami olyat olyan emberré tud válni, ami, amit másoknak ajándékba adni, akár a családjának, akár egy külföldön, belföldön való munkavégzés esetén, ad valami fantasztikus dolgot, amit a magyar uh, kultúrkörből tudott összegyűjteni. Uh, ellentétben az, hogyha ez nem lett volna, eset, lehet azt képzelni, hogy milyen az, hogy, hogy ez mind nincsen, hanem mondjuk valaki úgy nő fel, hogy. Ki, de az, vajon, mit, vajon mi mindent lehetne ilyen nagyon nemzetközi, mutatni, ami nem német, ami nem angol, ami nem amerikai, ami nem uh, pakisztáni, ami nem uh, kínai, ugye, hanem nagyon nemzetközi, tehát egy olyasfajta nevelés, meg még az elmélete sincsen meg. Tehát vagy az van, hogy én egy magyarból táplálkozok, és az fantasztikus dolgot ad a világnak, az én, én azt adom a világnak, vagy a németből kell, vagy az osztrákból kell, vagy a franciából kell táplálkoznom, és azt adom a világnak mindeközben, meg csak a miénknek üzentünk adat. Én remélem, hogy nem tudom, nem akarom belét folytani a szót, csak így le akartam kerekíteni a... Egyetem mondat ehhez, teljesen egyetértve, hogy ezért kellenek azok a filmek, azok a művészeti alkotások, kulturális alkotások, a filmeknek külön jelentősége van, amelyek a magyar múlt dicsőséges részeit mutatják be, és nem pedig folyamatosan a veszteségeink és a vereségeinkkel foglalkozunk. Tehát ebben óriási hiányt érzek, és korlátokat látok. Ebben kell előre lépnünk, ezt számos ország nagyszerűen csinálja, akár kelet európai országok is, még, még, még akár Románia is egyébként, és hát a nyugatiak ezt már nagyon régóta tudják, az amerikaiakról ne is beszéljünk, ugye, hogy mennyire tudják ezt. Tanuljuk meg ezt, tehát át kell adni, mert ahogy mond, az mindig az, de keveset teszünk azért, hogy, hogy tudatosuljon, Ö, megélhető, ö, vizuális és, 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 és érzelmileg azonosulható formában. Hát, az de ez elég. azért van, hogy a legjobb önmagunkat építsük fel a legjobb önmagunkat, találjuk meg, és a legjobb önmagunk felépítésével, megtalálásával ez az, amit oda tudunk adni a barátunknak, a családunknak, a munkatársainknak, és bárhol a világon érvényesülni tudunk vele, és ez csak ebből a, ebből a kulta és keretből jöhet ki. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, nagyon szépen köszönöm, hogy hevítettük a, a tisztító tűzre, sok mindent leégettünk. Nem állítom, hogy ennek a témának a végére értünk, mert ez egy nagyon-nagyon komoly téma, de talán egyet léptünk előre az az igazságkeresésben, és örülök, hogy együtt voltunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm akadés, hajrá együtt.